Hétfőn délelőtt a Lantos Mihály Sportközpontban elkezdte a felkészülést a 2021-2022-es szezonra NB3-as csapatunk. A jó hangulatú tréninget megelőzően klubunk legendája és újdonsült vezetőedzője, Kanta József is egészen más érzésekkel érkezett az egyébként jól ismert helyszínre. Különleges érzés volt, megmondom őszintén, egy kicsit izgatott is voltam. Vártam már, hogy elinduljon itt a felkészülés, hogy az életemnek ez az új fejezete elkezdődjön. Megmondom őszintén, hogy tényleg eszembe jutott, hogy amikor először jártam itt a Csömörén, akkor először volt, kicsit máshogy nézett még akkor ki. Szerencsére olyan játékosokkal dolgozom, akik fogékonyak a focira, a munkára, tehát különösebben nem kellett hajtanom őket, tudják a dolgokat és becsületesen csinálták. Még rá kellett hangolódni, én úgy éreztem, de nagyon jó iramú volt. Látszott, hogy sok volt az új játékos, meg az ismeretlen ember. Kicsit ilyen játékos volt, rángolódó, de nagyon jól ment a csapat, meg nagyon jó fizikális volt szerintem. Egy edzőnek a holt idény az mindig ilyen munkával telik, de a játékosokkal való kontakt nekünk nagyon fontos, és ezért nagyon vártuk ezt a napot, hogy végre elérkezzen. Nagyon örülök a visszatérésnek, természetesen ilyen körülmények között mindig élmény edzésre jönni, edzeni. A meleg az kicsit hátáltat minket, remélem, hogy gyorsan átlendünk ezen a kánikula időszakon, és akkor még jobbak leszünk. Mint első edzés nagyon jó volt, láttam a srácok, hogy akarnak bizonyítani, és akarnak mindenféleképpen bekerülni ezzel a új, mondjuk NB3 csapata. Persze, amikor van olyan stáb, ami Kanta Jósi, Kenesei, Krisztián, Balog, Béla, ilyen stáb előtt edzeni, ez mindig egy nagy kihívás. És ezzel, hogy micsoda nevek előtt kell bizonyítani, nem csak kapusedzőnk, de természetesen a csapat játékosai is tisztában vannak. Mondhatni legendák a edzők, tehát Kanta Jósi, a Balog Béla, a Fedék, a kapusedző, a Viktornak is van meccse, tehát a Kenese is. Tehát, hogy így mindenki körnéz rájuk, és nagyon nagy motivációt tud adni, hogy fölkerülni az első csapatba onnan, meg tehát, hogy már a felnőttekkel készülni, és a felnőttek ellen játszani. Nincs olyan, aki ellen nem játszotta volna, természetesen olyan is van, akivel együtt is játszottunk, de azért én még így is felnézek rájuk, nálam azért ők sokkal többet értek el, és örülök, hogy együtt dolgozhatok a sávba. Én, amikor ide kerültem Olaszországból, az első dolog, amit csináltam, hallottam, hogy van a csapatkapitány, ez Droma Trucker, egyből kerestem a Kanta Jósi, és onnantól kezdve már csak fölfelé ment a kapcsolatban. Nagyon jó, tényleg nagyon jó. Ez volt az első, egy bemutatkozó nap volt, de megmondom őszintén, abszolút összehangolt munka volt. Hát az igazság, hogy azért mi is a pályán nőttünk fel, a pályáról jövünk, szóval szerintem félszamakból is megértjük egymást. Nyilván bizonyos dolgokban nekünk is fejlődni kell, hogy még gördülékenyebben menjenek a dolgok, de abszolút rendben volt. Bár a projekt célja, hogy minél több fiatal játékosunk kapjon lehetőséget és tudjon fejlődni, a csapat stabilitását és eredményes szereplését a rutin is segítheti. Bajnoki arannyal tért vissza Tisza Kécskéről a már korábban hallott Fülöp Noel, aki tagja volt a 2020-ban másodosztályú bajnoki címet nyerő felnőtt csapatunknak. Persze nem csak ő számít új arcnak, hiszen az új játékosok és néhány stábtag is most találkozott először a srácokkal, de a következő hetekben bőven lesz idejük megismerni egymást. Én most találkoztam a fiatalokkal először, most még azért azt mondanám, első hét biztos még az ismerkedés egyében telik el, azért a nevekkel még lesznek gondjaim az elején. Hát igazából első nap, tehát ebből messze menő következtetés nem szabad levonni. Most lesz jó pár hetünk arra, hogy megismerjük őket, kialakítsuk a keretet, aztán nekivágunk a bajnokságnak. Ugye a vége volt az NB1-nek, már előtte is láttam egy pár mérkőzés, utána minden mérkőzésen kint voltam. Internetes felületeken régebbi meccsekbe is belenéztem egyértelműen. Van egy-két próbázó, vannak ugye új játékosok, visszajött a Fülöp Noel, akivel még együtt is játszottunk. Tehát ugye azért összességében azért ismerem a keretet. Személyes beszélgetéseket szeretnék azért kezdeményezni, hogy azért még jobban megismerjem a srácokat. Fontos az, hogy egy összehangolt csapat legyünk edzőkkel, stábbal, játékosokkal együtt. Terveztünk az edzőtáborba is csapatépítő programot, és azon kívül is. Nagyon fontos, hogy a csapat tudja, hogy milyen célokért, és tudjon együtt küzdeni. Ezt ugye most láttuk a magyar válogatottnál is, hogyha lejjebb van becsülve egy csapat, akkor is tud sikereket elérni. Ez remélem jó példa volt a srácoknak is, hogy topligás játékosok és topligás emberkék ellen is lehet. Reméljük, hogy ez még nagyobb lökést ad nekik, hogy a felnőtt fociba bekerülve még bátrabb célokat tűzzenek ki maguk elé. A legelső cél, hogy minél hamarabb hozzászokjanak a felnőtt bajnokság követelményeihez,
de a mutatott játékkal sem szeretnének adósak maradni. Igen, most belecsöppenünk a felnőtt fociba, most már még jobban az eredményre is rá kell menni, de mellette a játékot is hozzá kell tenni, tehát hogy jó játék, labdatartás, abból előre jó támadó foci, pressing, és minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán. Remélem, minél nagyobb segítségére leszek a fiataloknak, hogy a fiatalkorból a felnőtt fociba könnyebb legyen az átlépés. Talán a gyorsaság lehet a legnagyobb különbség. Én most csak egy edzésből tudok táplálkozni, de a srácok az nagyon pörögnek és nagyon jó állapotban vannak. Nem véletlenül nyerték meg az utánpótlás bajnokságot. Amikor valaki kijön egy U19, meg ráadásul bajnokok is, ilyen gyorsan bemutatkozni egy felnőtt bajnokság, ez lehet egy nagyon jó kihívás neki. És én szerintem vannak olyan srácok, aki megérdemlít ezt a lehetőséget. Hát egészen más szerintem, egészen más a hangulata. Itt az U19-ben nyilván kint vannak a szülők a mérkőzésen. Itt MB3-ba azért elmegyünk majd egy-két helyre, ahol ismerve a MTK-hoz való viszonyát egy-két embernek, az biztos, hogy nem simogatni fogják a srácok fejét. Nyilván mi azért vagyunk, hogy lehetőleg jobban előkészítsük őket. Igazából saját példámból tudok kiindulni, ugyanúgy a Józsikával U19-esek voltunk, illetve akkor még ifi bajnokság volt, és utána beépítettek minket az NB3-as csapatba. Az elején volt nagyon fura, főleg azért, mert felnőtt játékosok voltak, teljesen máshogy álltak bele egy párharcba. Lehet, hogy nem voltak olyan technikások meg ügyesek azok a felnőtt játékosok, viszont amit az előbb is mondtam, hogy fizikálisan oda tették magukat, és ahhoz, hogy tudjanak nyerni, illetve tovább tudjanak lépni, ahhoz viszont bele kell állniuk nekik is ebbe a párharcba. A csapat a tervek szerint 6 edzőmérkőzést játszik az NB3-as bajnokság augusztus első napján esedékes rajtja előtt, ennek köszönhetően egy jó alappal várhatják az új szezont. A legelején az a fontos, hogy a srácokat megismerjük tökéletesen, lássuk, hogy alkalmazkodnak a játékrendszerekhez, a játékhoz, az ellenfélhez, nyilván a saját játékunk tökéletesítése mellett nyilván az ellenféllel való viszonyt is azért fel kell mérni. Az edzőmérkőzések pedig egy ilyen jó alapot teremtenek. Már most szombaton is fogunk játszani egy edzőmeccset a Bicskével. Jövő héten is azt hiszem van egy meccs, vagy kettő, szóval így edzések, meccsek, elkezdik az alapozást. Leginkább, mint erőléti edző, azt szeretném látni, hogy minden játékosom végigbírja a mérkőzést. Ugye én nagyon figyelem, hogy melyik periódusában a mérkőzésnek milyen teljesítményt ad le egy játékos. Kaptak külön edzésprogramot a szünetre is, tehát nem álltak le teljesen, volt egy pici pihenő. Azt polárórával mértük, az rendesen el lett végezve. Tehát nem nulláról kell kezdeni az alapozást. Az elkövetkező két hétnek az lesz a célja, hogy visszaszerezzük azt a erényeinket, amit az U19-be csillogtattunk. Igazából az a lényeg, hogy minél több játékos tudjunk feladni az első keretbe, és akkor onnantól kezdve mi elégedettek vagyunk.